Hétvégén újabb versennyel folytatódott a nagykanizsai dart szezon. A Steel Darts Open névre keresztelt megmérettetésen a nemzetközi tornákon is bizonyító Major Nándor is részt vett. Az év utolsó hónapjai a versenyzésről szólnak a helyi egyesületnél, hiszen majdnem minden héten rendeznek valamilyen tornát, liga vagy bajnoki fordulót. A mostani megmérettetésen is több tucatnyian gondolták úgy, hogy elindulnak, és nem csak Nagykanizsáról érkeztek versenyzők. Ez egy teljesen nyílt verseny, tehát bárki számára elérhető volt. És azt kell mondanom, hogy ugye most jelenleg 40 körül vagyunk létszámban, de tehát úgy mondom, szerintem a Dunántúlnak rémje itt van, akik elég jó eredményeket érnek el nap mint nap a ligákban, vagy akár a nemzeti bajnokságban is. Néhány héttel ezelőtt történelmet írt Major Nándor azzal, hogy első magyar játékosként nyert főtáblás mérkőzést egy PDC tornán. A jelenlegi, legelismertebb magyar darts játékos jó barátságot ápol a Kanizsai Egyesület vezetőjével, és örömmel fogadta el a meghívást egy torna előtti közönség találkozóra, valamint a versenyre. A kanizsai megmérettetést egy állomásnak szánta, hogy a következő nemzetközi tornák selejtezőire készüljön. Voltak nagy kedvenceim régen, például Adrien Louis, stb., de hát óriási élmény velük lenni egy backstage-ben, amikor olyan versenyen vagyok. Hát ezek motiválnak, hogy még jobban csinálj, még többet tegyek bele ebbe. Major Nándor és Horváth Balázs egyaránt eljutottak az elődöntőig, ahol azonban vereséget szenvedtek, így a tornát Antal Gergely nyerte Kádár Krisztián legyőzésével.